A ThinkFun termékcsalád egy hatalmas nagy univerzum, alapvetően két részre osztható. Vannak a csak egyedül játszható logikai játékok, és vannak a társas játékok. Korábban készítettem egy videót, amiben a logikai játékokat vettem sorra, azoknak a különféle méreteit, megközelítését, ebben a videóban a társas játékokkal szeretnék foglalkozni. Én Győri Zoltán vagyok, ez pedig a Mit játszunk vlog. Ha szívesen értesülnél minden új videónkról, iratkozz fel a csatornánkra! Ezeket a társasjátékokat is nagyjából két csoportra tudnám osztani. Az egyik, ami konkrétan társasjátéknak készült, a másik pedig a nagy sikerű egyfős logikai játéknak a többen is játszható változata. Célom ezzel a videóban, hogy szörfölgessek, barangoljak egy picit, nagyon széles a skála, vannak az egészen kis alkatrészkészlettel dolgozótól kezdve az igazán nagyszabású, elemes, wow, extravaganza játékokig, és egy átfogó képet szeretnék adni arról, hogy pontosan milyen játékokkal találkozhattok, hogyha ThinkFun társasjátékban gondolkodtok. Lássuk! Elhatároztam, hogy életkor szerint haladok, és a csoportosítás a kisebbeknek, akár 4 éves kortól játszható játékok, és a nagyobbaknak a komolyabb, komplexebb játékokig halad. A zászlós hajója bizonyos szempontból a ThinkFun társasjátékoknak az Ingo a Bingo című társasjáték. Ez egy klasszikus bingo játék, mindegyik játékosnak van egy icipici kis tere, és arra gyűjtöget ikonokat, amiket egy fantasztikus kis adagolóval érkeztetnek meg a játékosok, és megtörtént, felfedésre került ez a két motívum. Itt játszhatunk bemelegítőbb, játszhatunk könnyebb játékkal, és a cél az, hogy gyorsan kimondjuk az éppen kitett alkatrésznek a nevét, amire most pontosan szükségem van, és az a játékos nyeri meg, aki elsőként összegyűjtötte a szükséges 9 alkatrészt. 4 éves kortól formafölismeréssel dolgozunk, gyorsasággal. Szimpatikus számomra, hogy rögtön kommunikál egyébként a játék doboza, hogy pontosan mit fejleszt. Ez nagyon sok szülőnek, pedagógusnak fontos, hogy oké, kézbe veszem a dobozt, miről van szó, szépek az alkatrészek, jó a termék, kommunikálj pontosan, mire adom ki a pénzem, és hogy pontosan miért, az is rögtön kommunikálódik. Az Ingo egy nagyon látványos alkatrész készlettel, pici gyorsasági elemmel, kudarc felfedezéssel, tűréssel dolgozó társasjáték, mert elképzelhető, hogy az egyik játékosnak nem sikerül, lemaradva érzi magát, jó ez gyakorolni, akár egyszerűbb, akár picit komplexebb játékmenettel is. Az Ingo szerintem nagyon szépen szállítja ezt. Szerintem nagyon fontos, hogyha gyerekjátékkal foglalkozunk, legyen egy központi, látványos alkatrészünk. A Zingu is szépen hozza ezt a kis adagolót, ami újra tölthető, megmosolyogtatók a motívumok, de konkrétan a kajacsata ezzel a hami adagoló valamivel, hogyha teszek egy kört, akkor minden egyes pozícióra, jobb esetben legalábbis, szépen lepakol egy kis ételkét, amit a játékosok vagy egy könnyebb tányérra, vagy egy nehezebb táblára gyűjtögetnek. Aki a legtöbb ételt begyűjtötte győz, elképesztően egyszerű a szabály, itt is gyorsasági motív. Szerintem fontos az, hogy legyünk türelmesek magával az alkatrészsel, illetve a játék hangulattal is. Nagyon felpörgeti a gyerekeket, a tapasztalatom az, hogy 4-5 éves kortól nagyon rázumolnak erre a játékra. A cél az, hogy jól érezzük magunkat, és nagyon sokszor a kajacsata ezt gyönyörű szépen kommunikálja. Itt is maga a termékminőség jó, meglehetősen jó kézbe venni, jó megfogni ezeket az alkatrészeket. A játék hosszú szerintem kifejezetten prímán beállított, és a játék füzet, amikor konkrétan a játék szabályokat kommunikálja, legalább annyira szól a pedagógusoknak, fejlesztőknek, a szülőknek, hogy mire figyeljetek, pontosan kik a készítők, milyen módon tanítsuk a játékokat, úgyhogy én azt érzem, hogy láttak gyereket és láttak szülőt is, aki gyerekekkel szeretne társasjátékozni. Ha van felnőttes dolog, a programozás, az informatika alapjai az, és azt vette céljául a robotteknősök, amely többek között a Kickstarter történetének az egyik legnagyobb sikerét tudhatja magáénak, hogy a programozás alapjait akár 4 éves kortól mélyíteni fogja. Igen, hogy beállítok egy programsort, és azt végrehajtom, a szülő kíséretével. Az előző játékokra is jellemző, és nem győzem hangsúlyozni, hogy gyerekjáték nem attól gyerekjáték, hogy leteszem a gyerekek közé, és majd jó játszanak együtt. Jó, hogyha ott a szülő, vagy esetleg egy idősebb testvér, aki szépen moderálja, mederben tartja a játék hangulatát. És fantasztikus, hogy a bug bogár Katica segítségével bármikor stoppolható a programsor, és kiküszöbölhető, csökkenthető az a bizonyos kudarc élmény, hogy nem arra megy a teknős, amire szeretném. Fantasztikus termék. Az a komponens minőség jó, nagyon szép inzertben érkeznek egyébként az alkatrészek, a tábla is jó hatású. Viszont, hogyha a szülő nagyon idegenkedik ettől a témát, és a szülő számára nagyon diszkomfortos az egész, akkor nem fog átmenni a gyerkőt számára sem. Tehát szerintem nagyon jó, hogyha hatalmas nagy türelemmel, rászánással, energiával rendelkezünk ez a játékhoz, hogy igen, szépen végig tudjuk kísérni a gyerkőcöt ezen a elsőre nagyon absztrakt, idegennek tűnő matematikán alapuló gondolkodáshoz, ami viszont idővel nagyon sok sikerélményt tud adni a gyerkőcöknek. Itt is szeretném megdicsérni külön a játékszabályt, amely nem csak a gyerkőcöt, hanem a szülőt is kézenfogva ne aggódj, egyáltalán nem bonyolult.
Szépen elmondok mindent. Mi az a bizonyos fokozatosság, amin érdemes átmenni a játék során, hogy hogy tudjunk a szülőnek is sikerélményt adni azáltal, hogy tudjon csatlakozni a gyerkőzhöz. Úgyhogy van egy egyszerű bemelegítő, ilyen egyszerű. Igen, ilyen egyszerű, mert a 4 éves számára még így is bőven sok kihívás rejteget a legalapvetőbb szabály is, és hogyha van sikerélmény, akkor mehetünk tovább és barangolhatunk tovább a teknőcök és a programozás elsőre ijesztőnek tűnő útvesztőjében. A Swish egy látványos dobozzal érkező társas játék, melyben a játékosok ilyen fóliakártyákat próbálnak meg egymásra pakolgatni úgy, hogy minden karikának meglegyen a maga kis gyűrűje, és amint az összes gyűrű ilyen karikára talált, akkor a játékos szépen elveheti azokat a kártyákat, és azt mondja, hogy Swish, és pontot gyűjtött. Egészen egyszerű a szabály, innovatív az alkatrészkészlet, számomra az Imagine-ből ismerős kártya, fóliakártyákkal dolgozik. A praktikum jó, általában jellemző a Thinkfun játékokra, hogy mobilissá teszi, itt is érkezett egy pici szütyű, egy egészen egyszerű kis játékszabály. Mindenképpen javaslom, hogy ha ügyesek vagytok ebben a játékban, akkor emeljétek a tétet, a játékszabály is említi, hogy ne két kártya találkozásakor alkossatok Swish-t, hanem lehetőleg három, esetleg négy, és fantasztikus, amikor úgy rááll a gondolkodásod, megérted a belső logikát a játéknak, és varázslatos együttállásokat tudsz megtalálni a játékban. Egy pici dobozban igazán különleges játékélményt kaptok, hogyha ez játszatok. A Thinkfun kiadónak a Rush Art című egyfős logikai játéka bizonyos szempontból az egyik legfontosabb címe, az egyfős logikai játékok videóban is említettük, a játékosok célja kiuttatni a piros autót. És jött a közönségnek az igénye, hogy hogyan lehetne ezt a csak egyidő játszható játékot ketten is játszani, nyilván úgy, hogy egymás mellett játszunk, és ugyanazt a feladványt, aki gyorsabban teljesíti, de mennyire izgalmas lenne, hogy egymással szemben egy téren mozognának ezek az autók. Úgy oldja meg a kétfős társasjáték változat, hogy kártyákat ad a játékosok kezébe, és kártyák vezérlésével, kártyavezérlő mechanikával mozgatják a teret, a többi autót, és lehetőleg minél hatékonyabban a saját autójukat a játékosok. A cél, hogy minél gyorsabban átjussanak a túloldalra. Nagy a szerencse a kártyahúzásból adódóan, viszont nagyon komoly a taktikai lehetőség, hogy próbálj meg úgy alakítani ezt a teret, hogy akadályozzam a másikat, utat nyissak magam előtt, rögtön kapunk a játékszabályban különféle beállításokat, hogy miképpen érdemes elkezdeni a játékot, hogy milyen felpakolások lehetségesek. A szabályok egyébként meglehetősen egyszerűek, gyorsan kommunikálhatók, és hogyha tetszik a Rush-sal világa, és szeretnéd mindenáron ketten játszani, vagy esetleg kipróbálnád magad valakivel szemben, kis szerencsével megfűszerezve, akkor szerintem a Rush or Shift a te játékod. Általánosságban elmondható ezekről a társasjátékokról, hogy egy speciális területet keresnek. Vannak emberek, akik tehetségesek az adott kognitív területben, vannak, akik kevésbé. Vannak emberek, akik hirtelen hamar sikerélményt tudnak kapni ezektől a játékoktól, és vannak, akik azt érzik, hogy picit lemaradtam, de még fejlődhetek bennük. Ennek az egyik legjellemzőbb példája a Math Dice című társasjáték, amely 5 darab dobókockából áll, és matekozunk. Ennyi. És simán lehet, hogy valaki, amint meghallja ezt, hogy összeadás, kivonás, szorzás, próbálja meg a célszámot minél hatékonyabban a kidobott értékekkel elérni, és már is vesztettük viszont, akinek felcsillan a szeme, az egyik legpraktikusabb és bizonyos szempontból legkompaktabb társasjátékot találkozhat. Maga a tervezés zseniális. Itt van két 12 oldalú dobókocka, azokat kidobom, az kiad számomra egy értéket, amit megpróbálok minél ügyesebben elérni. És tipikusan az a játék, ahol okos emberek ülnek az asztal fölött, meg vagyok. Elképesztő, ugyanis a játék nem az asztalon történik, hanem a játékosok fejében. Sokaknál szerintem szempont, hogy valószínűleg a praktikum a árérték aránya miatt egy tökéletes iskolai oktatóeszköz lehet szakkörrel, délutánra, napközibe, vagy csak úgy simán délutáni szórakozásnak. Számomra ennek a kiadónak a legnagyobb szabású társas játéka a Laser Chess, melyben csapkozni fogunk. Ez a címe, ez a fő vállalása. A játékosok élménye, hogy a másik játékos ellenem játszik, és megpróbálok a táblán úgy pakolgatni különféle tükröket, hogy a kötelező lézerezés, amely elképzelhető, hogy saját káromra történik, a saját bábumat lövöm ki vele, muszáj megtörténnie. Elemes alkatrészsel dolgozunk, meglehetősen jó tapintása, fogása van ezeknek az alkatrészeknek. Én nézem a Thinkfun minőséget, ami azt mondja, hogy megfontolt, átgondolt és meglehetősen bőséges alkatrészkészlet lesz a játékosok számára. Mindennek szépen helye van, ezt szeretném külön kihangsúlyozni. Gazdag táblaképpel dolgozunk, és itt is van egy keresett terület, ami, hogyha a játékosokat megmozgatja, egy aranybányáról van szó. Viszont tipikusan ez is egy olyan társasjáték, mint a Swish meg a Mad Dice, hogyha elsőre nem jött be, később sem biztos, hogy meg fogod szeretni, maximum jó sok év múlva. Rögtön kapunk egy bizonyos kis állást, hogy hogy érdemes lepakolgatni ezeket az alkatrészeket, de az, hogy az egész játék tulajdonképpen egy A4-es lap két oldalára felfér, az egyszerűséget kommunikálja. Számomra
ez én bár nem nagyon rezegek a sakkjátékokkal, ebben megvan az a plusz modern innováció, ami érdekessé teszi, és hogy a költségvetésetek, időtök, energiátok engedi, akkor nagyon különleges játékélményetek lehet a Laser Chess című játékkal. Tyum, 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 tyum. Ebben a videóban most ezt a 7 játékot mutattam meg, illetve beszéltem egy picit róluk. Fontos tudni, hogy ha ezek tetszettek, a Think Fun társasjátékok világa meglehetősen nagy, úgyhogy még egy csomóval találkozhattok. Nagyon szépen köszönöm ezeket a játékokat a Régió társasjáték áruháznak. Ezen játékok mindegyikét megtaláljátok náluk, a linkek odalent lesznek. Bízom benne, hogy tetszett ez a videó, ha tetszett, akkor kérlek dobj egy lájkot, esetleg egy megosztást, hogy minél többek keze is van ez a társasjátékos tartalom. Remélem hamarosan újra találkozunk, addig is jó játékot! Sziasztok!